Kedves nézők, március 19-e és 21-e között lesz a Papp László Sportarénában az Orchidea kiállítás és a Garden Expo is. Vendégeink Pálma Ildikó, a Magyar Orchidea Társaság sajtóreferense, és Megyeri Szabolcs kertészmérnök. Köszöntöm mindkettőket a stúdióban. Hát itt látunk nagyon szép orchideákat, meg látunk szép orchideákat például a virágárusoknál is, egészen olcsón meg lehet már őket venni. A laikus valószínűleg azt gondolja, hogy mind a kettő nagyon szép. A szakember szerint hogyan kell nézni ezeket a növényeket? Én nagyon örülök annak, hogy már mindenki számára elérhetőek az orchideák. Azok az orchideák, amelyek általában virágboltban kaphatók, és itt is a stúdióban találhatók, ezek hibrid orchideák. Ami azt jelenti, hogy ezeket az orchideákat úgy nemesítették, hogy már mindenki számára elérhetőek legyenek, könnyen megtarthatóak, minél tovább virágozzanak, minél feltűnőbb színű orchideák legyenek, minél hosszabb virágzási idejű orchideák legyenek, tehát úgymond nagy közönség számára olcsón elérhető orchideák, ezeket már lehet kapni hipermarketekben, de vagy virágboltokban, de azok a látogatók, akik eljönnek a Papp László Budapest Sportarénába ezen a hétvégén, azok az igazi orchideákkal találkozhatnak, tehát a faj orchideákkal, amelyeket a Magyar Orchidea Társaság tagjai és a meghívott külföldi kiállítók mutatnak be. Ezek igazi különlegességek lesznek. Tehát orchidea gyűjtők vesznek majd részt ezen a rendezvényen, ahogy jól olvastam. Az azt mondta, hogy mindenki elhozza a saját gyűjteményét, és ez gyakorlatilag közkincsé teszi, tehát akárki megnézheti, esetleg szakmai tanácsokkal is ellátják a látogatókat? Természetesen, ez már egy nagyon sok éve folytatódó hagyomány, hogy a Magyar Orchidea Társaság kiállításokat szervez. Idén két kiállítás is lesz, az első most a hétvégén, a második november első hétvégén a Mezőgazdasági Múzeumban újra, és itt tényleg a gyűjtők a féltett kincseiket mutatják be. Tehát mindenki nehéz szívvel állítja ki, hiszen félti a növényét, de amellett dagad a keble a büszkeségtől, hogy mindenkinek meg tudja mutatni, hogy ő milyen szép, gyönyörű növényt nevelt. Talán orchideák egy szépen rendezett kertben is lehetnek, ugye azért nézek önre, mert hogy valóban a Garden Expo is lesz ugye, ugyanezen a rendezvényen, tehát egy kertészeti kiállítás. Mit jelent az a kifejezés? Én azt olvastam, hogy kerti életmód kiállítás. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenről kaphatunk információt, a kerti bútortól kezdve a kert elrendezéséig? Ez pontosan így van. A legtöbb ember, amikor azt hallja, hogy kert, akkor elsősorban a növények jutnak az eszébe. Érdemes azonban kerttervezői, kivitelezői szempontból is ezt átgondolni, akár saját magunk építünk otthon kertet, vagy egy fenntartható kertet szeretnénk inkább alakítani. Nagyon fontos azt tudni, hogy a kertben a növények kerülnek be utoljára. Tehát fel kell építeni a szegélyeket, az öntözőrendszert, a kerítéseket, a kerti bútort, és ezt mind-mind össze kell válogatni, és ezeknek összhangban kell lenniük. Nem tudom, hogy van-e különbség a szép és a jó kert között, de akkor milyen a praktikus kert, amit ajánlani tud mindenkinek? Igen, gyakorlatilag ma már 2010-ben a kulcs szó az a könnyen fenntartható kert, ami nyilvánvalóan szépnek kell lennie, de a tavalyi évben a válság az végig söpört a kertépítésen is, illetve minden kert tulajdonoson is, tehát gyakorlatilag figyelembe kell venni, hogy úgy kell felépíteni egy kertet, hogy az könnyen fenntartható is legyen. Ugye kertek is fognak versenyezni ezen a kiállításon orchideákkal. Igen. Ez lesz a kiállításunk különlegessége, kertépítőknek versenyt hirdettünk, és 10 kertet építenek föl ezek a kerttervezők, és ezekbe a kertekbe kerülnek az orchideák. Tehát művészi elrendezési orchideákat láthat a nagy közönség, ilyen még nem volt. Emellett Varga Emma festményei lesznek kiállítva, ő orchidea képeket készített, aki járt a városban biztosan látta a plakátját már, amivel hirdettük a kiállításunkat. És ezen kívül természetesen, mint mindig, lesz egy olyan stand, ahol az Orchidea Társaság tagjai, szakértők segítenek az orchidea tartásban, kezdőknek és haladóknak. Ez egy kulcsfontosságú kérdés, mert hogyha nem a kertemben szeretném tartani az orchideát, mert mondjuk nincs rá lehetőségem, mert mondjuk egy panelházban lakom, akkor mi az az egy-két mondat, ami aranyszabály az orchideák tartásánál? Kérdezzük meg a kereskedőt, akitől vásárolunk, hogy az az adott növény, amit éppen vásárolunk, milyen körülményt szeret, tehát mit szeret, vagy vegyünk kézikönyvet, hogyha mondjuk egy hipermarketbe veszünk egy növényt, és nézzük meg, hogy mit szeret. Mert nagyon fontos,
hogyha valaki már kiad egy csomó pénzt, vagy keveset is orchideára, akkor tudja, hogy mit vásárolt, és mit szeret az adott növény. És a kertészmérnök szerint mi a jó az orchideának? Mi az ideális? Hát én azt gondolom, hogy az ideális, tehát igazából a legismertebb orchidea az a Phalaenopsis, és ennek gyakorlatilag, ami a nappalinkban van hőmérséklet, az általában tökéletes. A tűző napra nem érdemes kitenni, de egy ilyen közepes fényviszonyok között kitűn el tud. És az jellemző egyébként Magyarországon, hogy kertekben is tartunk, vagy nevelünk orchideákat? Hát ez általában nem jellemző, ki szokták vinni általában a kertben, de nagyon figyelni kell, hogy nem szabad megégetni a napon. Tehát inkább egy ilyen félárnyékos helyre kell tenni, természetesen csak május elejétől, amikor már a kinti hőmérséklet is ezt megengedi. Lesz olyan kuriózum, olyan különleges orchidea faj, amelyet tényleg nem láthatunk minden nap, mert mondjuk a világ távoli pontján őshonos? Természetesen ezek a gyűjtők, akik kiállítják a növényeket, olyan növényeket szeretnek, tehát olyanokat tartanak mi is otthon, amelyek távol-keletről származnak, tehát vagy Európa más pontjáról, vagy a világ másik pontjáról. Ezek kereskedelmi forgalomban nem egyszerűen beszerezhetőek, és ezek azok a növények, amiket említettem, fajnövények, amelyeket a gyűjtők beszereznek, dédelgetnek, nevelgetnek és virágoztatnak. Mi pedig gyönyörködünk benne, gondolom. Igen, reméljük. A kiállításra. Köszönöm szépen a beszélgetést. Egyiket imádják a nők. De régen nem láttam. Hello, Bálint! Hívjál fel! Nem cserélünk mégis helyet. A másik imádja a nőket. Meséljék még magamról, vagy ennyi pont elég volt? És igazából ugyanazt akarják. Egy kislányt. Boldog születésnapot, kislányom. Akik mindketten a sajátjuknak hisznek. Vélányok! Egy kis időre magunkat vettük a lányát. Segíts, csapa! Viszlát, hello! Ha baj van... Én meg azt hittem, a szomaszerviz. Lévaj, Márk, hagyj a szomat. Úgy lesz teljes a káosz. Hová dugta a lányomat? Hogy eldugta? Ha segít néhány őrült jó barát. A szoknyán talán picit följebb volt. Így? Mondom, följebb. És ez hogy? Orálisan. Az ember, akinek három tojása. Nagyon-nagyon csinos ez a kis blúz. És? Rendes helyen az embert villamos székre ítélik. Hozzá mi a feleségem? Na de, hogy házasságra ítélik? Ez nagyon durva. Mire iszunk? Háromra. Kamarás Iván, Kaszás Géza, Grillusz Dorka, Olyák Lilla, Scherer Péter, Rudolf Péter és Hernádi Judit. Az SOS szerelem és a 9,5 randi producereinek filmje. Fekszem így. Persze totál mesztelen. És akkor itt jön egy ilyen kígyó. Igazából abba. Igazából a mozikban. Kedves nézőink, igazából apa, ez a címe annak a romantikus vígjátéknak, amelyet március 18-ától lehet látni a magyar mozikban, és amelynek producere, társírója, és az egyik főszereplője Kaszás Géza, ő a vendégünk. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Hát ez három látszólag, meg nem is olyan látszólag, különböző szerep. Melyiket szereted a legjobban a filmkészítésekor? Hát ez valóban látszólag külön szerep, mert igazából itt minden egybefolyik, és minden összefügg mindennel. Először van az ötlet, hogy csináljak egy romantikus vígjátékot, és ehhez gondoltunk egy olyan történetre, ami gyártóilag is a legkönnyebben megvalósítható. Tehát itt nagyon sokféle szempont van, magyarországi filmgyártás, hogy ez nem arról büszke, hogy hihetetlen mennyiségű pénzt lehet ebbe belefektetni. Tehát gondoltam egy olyan kedves történetre, ami egy olyan rendszer is egyben, ahol amit gyorsan le lehet forgatni, biztonságosan le lehet forgatni, és közben nagyon kedves terméket állítunk elő, és nagyon szórakoztató filmet. Producerként azt mondod, hogy biztosítva van a siker? Tehát mondjuk az SOS szerelemből kiindulva, ugye annak a filmnek az alkotói készítették tulajdonképpen ezt a filmet.